Az intézmény tornatermében mindegy 150 felvételi előtt álló tanuló regisztráltatta magát a nyílt napra. A jelenlévőket első körben Kincses Tímea intézményvezető köszöntötte, aki elmondta, a program célja az volt, hogy minél közelebbről mutassák meg a vendégeknek a náluk oktatott és a jövőben oktatandó szakmákat. Emellett a szakképzésben a 4.0 nevű stratégiáról is bővebben beszámolt, ami annyit takar, hogy szakgimnázium helyett technikum alakulnak, a szakközé pedig szakképző iskola lesz. Természetesen ez nagyon sok új tartalommal bővül. Az ágazatok, a szakmák elnevezései megváltoznak, és ezek a szakmák is az új OKJ változásait követik, hiszen a szakmák száma 759-ről 174-re csökkent, és az új elnevezések, új szakmák, mint az ipar 4.0-nak felelnek már meg. A nyolcadikosok az informatikától a kereskedelem ágazatán túl a heggesztő szakmáig mindent kipróbálhattak. Ezekben pedig nagy segítségükre voltak az iskola diákjai is. Gera Dániel például a gépi és CNC forgácsoló rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Ez egy gépi megmunkáló folyamat, leginkább fémeket, bronzt, részt, különböző egyedi munkadarabokat csinálunk. Igazi Jászmin a József Attila gimnáziumból érkezett, és jártas Jankával járta körbe az iskolát. Utóbbi pénzügyi szakmát tanul, és mentorátjával azt is megosztotta, miért érdemes a Keribe járni. Én azért ajánlom a Kerit, mert a Keriben nagyon sok szakma van, és nagyon sok választék, és nagyon jó tanáraink is vannak persze. És ugye én például pénzügyen vagyok, és nekem idei nagyon tetszik. Voltunk a festőknél, voltunk heggeszteni, voltunk a pénzügynél, kereskedelemnél is voltunk. Tetszett a legjobb? A kereskedelem nagyon tetszett, meg a festő. A Keriben 2020-ban várhatóan új szakmaként tudják elindítani a turisztikai technikust, melyhez idegenforgalmat kötnek. Az informatikához csatlakozik a szoftverfejlesztő és tesztelő ágazat, valamint lesz ipari informatikai technikus képzés is.